és nagy tisztelettel köszöntöm stúdiónkban Spányi Antal megyés püspök urat. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Igazán mozgalmas időszakon vagyunk túl, hiszen itt a Fehérvár Televízió nézői is láthatták Virág vasárnap óta az eseményeket, a családok keresztútját, a szentmiséket. Fontos és meghatározó időszak ez. Mi az üzenete az ünnepnek? A katolikus tanításnak, a kereszténységnek legfontosabb ünnepe a húsvét, ami olyan nagy esemény a hitünk szerint, amelyet nem tudunk egyetlen vasárnap megünnepelni. Hosszan készülünk erre az ünnepre, sőt igazából a keresztény tanítás szerint minden egyes vasárnap egy kis húsvétnak számít. Minden vasárnap, amikor a hívek elmennek a templomba az Isten tiszteletre, egy kicsit a húsvét vasárnapot ünneplik, az Úr föltámadását. Mi ennek az évnek a liturgikus ünnepére, húsvét napjára készülünk az egész nagy böjtben hamvazó szerdától, amikor gondolatainkban a lelki tisztulás, a bensünknek a fölkészítése, az Úrral, a föltámadottal való találkozásra szerepel, és aztán elérkezik a nagy hét, ami virágvasárnappal kezdődik, és akkor még inkább koncentráltan igyekszünk azokat az eseményeket magunk elé állítani, lélekben átélni, amiken keresztül ment az Úr Jézus Jeruzsálemben. A jeruzsálemi bevonulást, az embereknek a fogadtatását, aztán az utolsó vacsorát, majd emlékezünk a keresztútra, kereszthalálára, a sírban fekvésére, és húsvét vasárnap hajnalban föltámadására. Ez az ünnep a hit nagy tanítását hozza, hogy az Isten elveszi mi bűneinket. Nem a bűneinket tartja számon, nem azok szerint akar velünk leszámolni, bosszút állni, eddig voltatok ti, és most jövök én, hanem az ő szeretetében fiát adja értünk, aki magára veszi a mi bűneinket, értünk, helyettünk szenved, hogy mi megszabadulva, bilincseinket lerázva Isten szeretetében tudjunk élni. Már itt a földön is, ebben a szeretetben élt földi élet után nőjünk bele az atyai ház örömébe, a mennyei boldogságba, az örökké valóságba. A remény ünnepe is egy kicsit ez talán, nem? Mindenféleképpen ugye a három isteni erény, a hit, remény és a szeretet egymásra épül. Ha nincsen bennünk hit, akkor az élet marad egy nagyon kemény valóság, egy nagyon szürke hétköznap, mert vannak néhány örömteli percünk, örömteli eseményünk, de a legtöbb az mégis küzdelem, szenvedés, vergődés. A remény nem pusztán erre a földi életre vonatkozik, hogy remélem, hogy vasárnap jó idő lesz, és a húsvéti sonkát azt jól sikerül megfőzni, és az finom lesz, hanem a remény az örök életet céloz, sokkal többre vágyik az ember, mint egy jó vacsorára, mint egy kellemes élményre, sokkal több kell az embernek, nyugtalan a mi szívünk, amíg a Jóistenben meg nem nyugszik. És ennek az útja a szeretet, hogyha ezt gyakoroljuk, ebben élünk, akkor érezzük jól magunkat, akkor tud az ember kiteljesedni, kibontakozni, és akkor lesz képes az ember maga is a szeretetet élve a szeretetnek részesévé válni. A szeretet pedig maga az Isten. Szent János apostol beszél erről gyönyörű szépen, hogy aki szeretetben él, az Istenben él, és Isten maga a szeretet. Ő az, aki előbb szeretett bennünket, és mi csak elfogadjuk az ő szeretetét, és próbáljuk viszonozni Isten felé is, a vallásunk megélésével, a hitünk szerinti élettel, de egymás felé is, amikor mosolygunk, kedvesek vagyunk, amikor megpróbáljuk azt a szeretetet, amit Istentől kaptunk, egymás felé tovább sugározni, továbbadni. Talán a felkészülés miatt is fontos az, vagy a szív megnyugtatására, hogy ebben az időszakban elmélyüljünk. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benne. Szent Ágoston mondta ezt, Kartágó nagy püspöke, az a püspök, akinek székhelyét és akinek életművét is elsöpörték a vandálok, és csak az írásai maradtak meg, és azokból tudunk sokat tanulni, és sok mindent megérteni és megismerni. Az ember szívébe sok mindent hordoz.
Ady Endre mondja, hogy ez a batyú, ami tele van mindenfélével, amit cipelünk egy életen keresztül, cipelünk emlékeket, cipelünk élményeket, cipelünk vágyakat. Az embernek ebben a szívben, ebben a hatalmas belső világban is rendet kell teremteni. Vannak dolgok, amikkel le kell számolni. Nem érdemes sérelmeket, sértéseket, akár valósak, akár véltek azok, magunkkal cipelni. Egyszer le kell tenni, és olyan jó alkalom Jézus keresztje, oda letehetjük. Én többet ezzel nem akarok foglalkozni. Legyen az övé, és engem hagyjon békén mindez, mert csak nyomaszt és lefelé húz. Ott vannak a bűneink, amikor tudva vagy tudatlanul, néha akarattal megbántunk másokat. Hányszor van az az okoskodás bennünk, hogy kijelentjük, hogy hányszor megmondtam, ugye már megmondtam. Ezek azok a mondatok, amelyek nagyon gyakran elhagyják mindannyiunk ajkát, de amelyek tökéletesen alkalmatlanok, azt hiszem arra, hogy bárkit is egy parányival is jobbá tegyen, fölösleges mondani. Sok ilyen mondatunk van, sok szájhúzásunk, gesztusunk van, amikor szavak nélkül megbántunk valakit, amikor sikerül egy estének a hangulatát, egy napnak az örömét tönkretenni egy várrándítással vagy egy elfordulással. Olyan jó ezeket letenni, nem akarom magammal cipelni, meg akarok újulni. A hívő ember számára, katolikus emberek számára ott van a nagy lehetőség, a szentgyónás, hogy megszabadulhat, kimondja, ami őt bántja, és az Isten meghallgatja, és azt mondja, hogy elfelejtem. A régi kép a lakomákról arról szól, hogy az urak étkeznek, rágják a nagy csontokat, és utána a csontokat maguk mögé dobálják, hátuk mögé, azt ott a kutyák eltakarítják. Nincs tovább, nem kell vele többet foglalkozni. A bűn, amit az ember letett, amit meggyont, azt az Isten elfelejti. Az nem olyan, mint egy tábla, amit megint teleírunk, megint letakarítunk, megint teleírunk, hanem nincs többet, az tiszta marad. És ez egy nagy öröm, hogy a szívnek ez a tisztasága egy lehetőség az ember számára. Élhetsz boldogan, élhetsz megújulva, nem számít a múlt, azt elfelejti az Isten, és ami igazán akarjuk, akkor talán elfelejti azt, akit megbántottunk is. Mert a szeretetünk sebeket gyógyít, a szeretetünk fölemel, a szeretet egy új életet ajándékoz nekünk, a szívünknek is. És talán ez megint Isten hatalmas szeretetéről is szól, hogy ekkora szeretet van benne. Az Isten az embert szeretetre és boldog életre teremtette. Az a paradicsomi kép a teremtés történetben, amely talán minden ember előtt egyszerűen csak a kultúrtörténetünk miatt, a keresztény kultúránk miatt ismerős, az arról szól, hogy az Isten azt akarja, hogy ő, aki tökéletesen boldog, akinek semmi nem hiányzik, mert hát ő az Isten, mindene megvan, ez azt akarja, hogy a maga boldogságának részesei legyenek mások is, és így teremti a világot, és így teremti a világba az embert, akinek adja a világot, és adja a maga szeretetét is. És az ember a bűnbeesésben ezt a lehetőséget játssza el. Nem az Istent választja, hanem hallgat a kísértésre, hallgat a bűnnek az útjára, ami mindig csábító, mindig valamit ígér, amit az ember soha nem tud elérni, és soha nem kaphat meg. Azt mondjuk, hogy az ördög, az Isten majma, az ördög a hazugság atya, aki rászedi az embert. Ádám és Éva azt hitték, hogy olyanok lesznek, mint az Isten, és aztán rájönnek, hogy a Biblia képe szerint, hogy mesztelenek, vagyis védtelenek, kiszolgáltatottak, nincs semmi, ami mögé menekülhetnének, nincs semmi védelmük, mindent elvesztettek. És ekkor jön az Isten, aki azt mondja szeretetében, hogy most nehéz nektek, mert valami tönkrement, egy szivárvány eltűnt, egy szappanbuborék kipukkant, és nincs tovább, de majd jön nektek valami megújulás. Majd én küldök valakit, aki mindent helyrehoz. Erről beszélnek a próféták, erről szól az Ószövetség, és a beteljesedéskor eljön Jézus Krisztus, az Isten fia. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne is örökké éljen,
hogy meg ne halljon már senki. Eljön Krisztus hozzánk, magára veszi a mi bűneinket, földi életében tanít és szeret és gyógyít és csodákat tesz, hogy igazolja maga isteni hatalmát, hogy mindenki láss, hogy ez nem egy közülünk, ez több nálunk, ez más, ez maga az Isten, és vállalja a kereszt halált is, ami majd igazolást nyer húsvét vasárnap hajnalán a föltámadáskor, amikor a sírből kijön diadalmasan, viseli testén a sebeket, a szegek helyét, a lándzsa helyét, ami oldalát átütötte, de a szeretete tovább sugároz, még inkább ezekből a sebekből is, és azt mondja, hogy kitárom előttetek a mennyország ajtaját. Gyertek, mert az Atya vár, úgy, ahogy azt elmondtam nektek a tékozló fiú történetében, akit ott hagyott a nagyobbik gyerek, és elment világgal maga örökségével, de amikor nyomorúságba jutott, mégiscsak visszatért, és mégiscsak az Atya országát akarta, oda akart bekerülni az atyai háztartásba, és az Atya szemrehányó szavak nélkül visszafogadta. Sőt, talán elé is futott. Elé is futott, és megölelte, és ünnepet rendezett neki. Valami olyan nagyon szép képez, az Isten így szeret bennünket. Ez az Isten szeretete, ilyen az Isten szíve, a húsvét, ezt a szívet, Istennek ezt a szeretetét hozza egészen közel hozzánk. Ezt az ünnepet talán közösségben jó megélni, ahol a közösség hite is támogathat minket. Az egész kereszténység mindig közösségben értendő. Voltak kétségtelenül remeték, akiknek különleges hivatásuk volt, hogy egyedül éljenek, egész nap imádkozzanak, elmélkedjenek. Az elmélkedés által bölcs lett a szívük, és kimentek hozzájuk az emberek, tanácsot kértek tőlük, aztán elmentek, és ők tovább ott maradtak magukba. Ez keveseknek az útja. Mai világban különösen is azt hiszem, hogy keveseknek az útja ez. A kereszténységet a közösség tudja megélni, mert minket Isten szeretete egymáshoz kapcsol. Szent Pál beszél arról, hogy az egyház az olyan, mint egy misztikus test, amelynek a feje Jézus Krisztus, és mi pedig tagjai vagyunk ennek a testnek. A testnek minden tagra szüksége van. Ha egy kis tag is hiányzik a testből, akkor valami fogyatékossággal kell éljük az életünket. Hát így közösségben, mindannyiunknak közösségben egymással együtt kell megélnünk ezt a hitet, együtt kell egymást szeretni, és együtt kell az Istent szeretni. És amikor együtt vagyunk, akkor szép az ünneplés, akkor egymás hitéből is erősödünk, és akkor tudunk igazán növekedni a hitben. Olyan ez, mint egy családi ünnep, ami igazán akkor szép, ha mindannyian együtt vagyunk. Ha bárki hiányzik, bármi oknál fogva, az fájdalmasan érinti, az hiány a családban. Hát az egyház is, az egyházi közösségek is így együtt közösségben kell, hogy ünnepeljék a nagy eseményeket, hitünk nagy eseményeit, nagy titkait is. Ahogy a beszélgetésünk elején elhangzott, ugye így nagypénteken folyamatosan zajlik a lélek felkészítése. Hogyan telik ez Székesfehérváron? A nagy hétnek a legfontosabb mondandója az, hogy próbáljunk meg több csöndet teremteni magunkban. A csönd nem csak arra való, hogy az ember egy kicsit regenerálódjon, hanem arra is szolgál, hogy bensőleg érzékenyé váljunk, meghallunk olyan dolgokat, amik mellett elszaladtunk. Nem feltétlenül a földi hangok hallására alkalmas érzékszervünkkel, de szívünkkel és lelkünkkel. Meghallja az ember az Isten szavát, mert az Isten szól hozzánk, lelkünkben megszólal az ő hangja, és aki fölismeri, meghallja ezt a hangot, az örülhet, hogy Isten szavát hallja, és az Isten jót mond neki, az Isten örömhírt ad neki. Fontos, hogy megpróbáljunk belsőleg is készülni önfegyelemben, akaraterőben. Ezért vannak a böjtjeink, amelyek különböző módon megélt belső fegyelmezési dolgaink. Ide tartozik egy egészen speciális nagyböjti lelki gyakorlatféle, amikor péntekenként a keresztutat járjuk végig. Végig megyünk azon a 14 stáción, ami Jézus elítéltetésétől sírba fektetéséig történő események.
Itt mi Fehérváron nagyon boldogok lehetünk, hogy ott van a városban az a gyönyörű szép szabadtéri keresztút, amit minden esztendőben sok száz emberrel együtt tudunk végigjárni, és ez egy komoly lelkierő fölkészülés. Aztán ide tartozik az, hogy húsvéti időben a híveknek ajánlott a lelki gyakorlat, a bűnbánat, a szentgyónás elvégzése. Jók azok a lelki gyakorlatok, amiket templomokba tartunk, általában három napos, három estés elmélkedések ezek szentmiséhez kötődően. Ide tartozik az, hogy készüljön fel az ember és végezz el a szentgyónását, tegye le a bűneit, szánjon rá időt, vizsgálja meg a lelkiismeretét, szedje össze a bűnét, és nyugodtan mondjon ki mindent. Nem tud olyan bűnt mondani, amit már ne hallottunk volna, és nem tud olyan bűnt mondani, amiről ne az volna az embernek a gondolata, hogy milyen jó az Isten, hogy megbocsát minden bűnt, amit megbánunk. Fölszabadulás, öröm, új élet kezdete, egy jól sikerült szentgyónás. És aztán a húsvét vasárnapi szentáldozás, a nagyszombati szentáldozás, ami az egész lelkünknek, lelki életünknek egyik csúcspontja, hogy találkozunk Krisztussal, Krisztus jön a szívünkbe. Minden vasárnap és minden szentmisén, ami megáldozunk, de a húsvéti szentáldozás az mégis valahogyan több, valami ünnepélyes, valami nagyon bensőséges, örömteli esemény. Az egész vallásnak a lényege, annak a megtapasztalás, hogy az Isten szeret. És ha valaki szeret engem, ha egy emberi lény szeret, annak is örülök, de ha maga az Isten szeret, akkor annak is örülhetek igazán. Vagy világosságot hozott a világra. Világosságot hozott, hiszen ő maga a világosság. Eligazít bennünket abban a világban, amelyben sokféle kétely van, sokféle bizonytalanság van. Sokszor mi magunkat bizonytalanítjuk el olyan gondolatokkal, olyan cselekvéssorokkal, amelyeket nyugodtan megsporolhatnánk magunknak. De hát az ember kíváncsi, a divat, a közfelfogás, az emberek szokása bennünket is sodor, és sok olyan információt gyűjtünk be, mire semmi szükségünk nincsen. De az ember nézi a híreket, nyomogatja a telefonját, keresi az interneten az új eseményt, és hogyha belegondolunk, hogy mi épített a sok hír közül engem, akkor nagyon kevés van, ami érintett. Nyilván kell az ember, hogy tudja, hogy mi van a világban, de azt hiszem, hogy rengeteg sok hírt kapunk, aminek semmi értelme, se kutya, se farka, semmi értelme az egésznek, csak az időnket viszi. És elvisz a fontos dolgok, vagy a pillanatok Igen. megélése mellett. Leköti az embert, elrabolja, eltereli a figyelmemet attól, ami igazán lényeges, és kielégülök abban, hogy azt gondolom, hogy most tudom, hogy ez a celeb, vagy az a celeb éppen mit csinál, kivel kavar, merre napozik. Hát kit érdekel ez igazából? Egy normálisabb világban ezzel senki nem törődik. Azt hiszem, nagyapáink világában megkérdezték volna, ha ilyenről beszélünk, hogy normális, vagy kit érdekel ez? Mindenkünk pedig ez lesz az életünk. Nem szabadna ezt hagyni, hanem azt a fényt, amely igazán a lényegesre irányul, ami a lényeget mutatja nekünk, arra kellene figyelni. Épp elég dolog azt is rendbe tenni, épp elég dolog arra figyelni és abban megmaradni, nem kell, nincs arra már erőnk, nem kell hagyni, hogy lényegtelen dolgok eltereljenek bennünket az igazság útjáról. De egy jó közösségnek ebben is lehet szerepe, hiszen a közösség támogató ereje talán a hitben megerősítheti a testvéreket, és Isten felé közelebb viheti őket. Az a példa, amit az ember egy közösségben lát, mert ismerjük egymást, de nem tudunk igazából sokat egymás életéről. Lehet, hogy tudom, hogy vele utazok az autóbuszon, együtt megyünk dolgozni, én előbb leszállok, tovább megy, nem tudom meddig, nem tudom, mi az öröme, mi a bánata, nem tudom, mi a gondja, nem ismerem őt. Akivel azonban egy közösséget alkotok, az ott megnyílunk egymás számára, ott megismerjük egymás életét, és látjuk azt, hogy küszködik ő is, vergődik kísértésekkel, neki is megvannak azok az örömei, amelyek nekem is meglehetnének, csak nem is vettem észre őket. Azt hittem, hogy magától értetődő, természetes ez. És így épül, így gazdagodik az életünk, egymástól tanulunk, egymást erősítjük. Egy család kesergett, mert
hát úgy érezték, hogy az életük nehéz is, és most őnekik valami válságon kell keresztül menni. És amikor az ember mondja, hogy de hát ember, hát szinte minden család keresztül megy ilyen problémákon, válságokon. Hát ezeken túl kell jutni, hát ez olyan, mint egy gyerekbetegség. Az embernek vannak periódusai, néha könnyebben megy, fönt van a kerék, néha lent van az a küllő, de a kerék megy tovább, nem kell kétségbe esni, nincs itt a világ vége. Ha magába marad, akkor azt gondolja, hogy hát most itt mindennek vége, összeomlott az én világom. De látja, hogy nálatok is volt ilyen, nektek is keresztül kellett menni, hát akkor mi is megvívjuk a harcunkat. Ezek azt hiszem, hogy a közösségnek nagy ajándékai. Az, hogy egymásra figyelünk, hogy nem törünk pálcát egymás fölött, hogy lehet, hogy valamit elrontunk. De hát kijavítjuk, azért vagyunk együtt, és figyelmeztetjük, és nem azért, hogy megítéljük, hanem azért, hogy vigyázz. A szülő, amikor figyelmezteti a gyereket, hogy vigyázz, mert baj lesz, nem azért teszi, mert neki rosszat akar, hanem jót akar neki. Félti, mert látja előre, hogy mi lesz. Kívülről az életünk is valahogyan többet mutat, könnyebb meglátni. Van, amit nem mutatunk meg magunkból, de sok mindent a külső szemlélő pontosan lát. Ezért nagyon nagy ajándék egy jó közösség. Nem feltétlenül éjjel-nappal való együttlétet jelent ez, de azt, hogy időről időre találkozunk, imádkozunk, beszélgetünk a Szentírásról, beszélgetünk életünk dolgairól, megosztjuk az életünket. Olyan jó volt látni a gyerekek keresztútját, ahol sok-sok család együtt imádkozva, beszélgetve utána, a gyerekek játszadozva tudtak együtt lenni. Látszik, hogy erőt adnak, erőt jelentenek egymás számára. A közösségnek ez egy nagyon fontos szerepe. Meg talán a család felelőssége is az, hogy mondjuk a gyerekeket ebbe az irányba terelgessék. Tehát, hogy megfogjam a gyermekem kezét, és elvigyem akár egy szentmisére, akár egy istentiszteletre, és végighallgassuk, vagy megismertessem nyilván a saját szintjén a Bibliával. Igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos egy családi példa, egy olyan példa, amit a családok is adnak egymás számára. A hit az nem pusztán igazságok megismerése, nem egy katekizmusnak a bebiflázása, megtanulása, fölmondása, hanem az egy életforma, egy életstílus. És a gyerek, akármilyen is az édesanyja, édesapja, őket utánozza. Ők az első példakép számára. Amit otthon lát a szülőtől, azt próbálja leképezni a maga kis életébe, és ahogy múlnak az évek fölötte és növekedik, egyre inkább azt fogja, mint alapot vinni magával, és abból nőnek ki az ő tulajdonságai, az ő kapcsolatrendszerei. Ezért nagyon fontosnak érzem azt, hogy kezdettől fogva a szülők, a férfi és az asszony, az apa és az édesanya együtt nevelje szeretetben, együtt éljék meg az egymás iránti szeretetüket, amelyben találja meg a gyermek a maga helyét, és adjanak példát a gyereknek abban is, hogy együtt imádkoznak. Még akkor is, amikor az gyerek talán picurka és fogalma sincs arról, hogy mi történik, azért jó neki ott lenni az édesanyja ölébe, és amikor együtt elmondanak egy miatyánkot az apával, hármukért vagy többükért, amikor már nagyobb a család. Ez mind-mind tudat alatt, a lélek mélyén megszólítja az embert, és ott marad örök emlékként, tudattalan emlékként, valami emlékként, amit nem is fog tudni talán soha néven nevezni, vagy megfogalmazni. És fontos, amikor látja, hogy az édesanyja és az édesapa szépen beszélnek egymással, hogyha van valami feszültség közöttük, azt szépen meg tudják oldani, és tudnak tovább lépni, hogy amikor eljön a hétvége, akkor együtt el tudnak menni a szentmisére, hogy egymásnak a szeretetet, az örömet hogyan szolgálják. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. A hitnek az igazságait is így tudjuk a gyerekek lelkébe mélyíteni. Úgy gondolom, hogy amikor a hitnek a titkát megsejtjük és azt átadjuk, akkor valami nagyon fontos dolgot adunk a gyereknek, adunk önmagunknak is. Valami olyanban van részünk, ami bennünket elkísér az egész életen. Egy többlet erő, egy többlet remény, egy többlet szeretet,
egy kegyelem, amiben segítek megújulni, megbocsátani, újrakezdeni. Az egész emberi életet tudja mindig följebb és följebb emelni. Én csak szívből kívánni tudom, hogy minél többen sejtsék meg a hitnek ezt a szépségét és örömét. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket fehérvári beszélgetésekkel. Természetesen holnap is várjuk majd önöket itt a Fehérvár Televízióban. És hogyha nem tudnak személyesen részt venni szombaton a Székesegyházban a Szent Misén, akkor a televízió képernyőjén keresztül is követhetik velünk ezeket a szép és meghatározó pillanatokat. Köszönöm, hogy itt voltak.